Most egy olyan jelenségről fogok szót említeni, ami feltűnően sokszor került elő konzultációk kapcsán. Sorozatban a negyedik párosnál került szóba, amiről a férfiak panaszkodtak, és ez körülbelül így hangzott. Olyan stílusban beszél velem a feleségem, amitől a hátamon is feláll a szőr. Vagy valami ehhez hasonló, de mindegyik esetben ez valahogy a felszínre került. Mondok néhány példát így ezekből a beszélgetésekből, igyekszem nem teljesen ugyanazt, mint ami elhangzott. Miért nem viszed már le szemetet, amikor látod, hogy tele van? Pakolnak az autóba. Tedd be a gyereket a kocsi ülésbe, amíg én hátul pakolok. Hétvégi főzés közben. Ú, hát kéne még 2 kiló krumpli, mert ez így nem lesz elég. És akkor ez így elszáll a levegőben, és majd értse meg a másik, amire én utalok. Most ez így nem nagyon megy. És mi a legnagyobb baj ezzel? A férfiak ugye genetikailag kódolva vannak egy saját maguk számára támasztott elvárással, miszerint, hogy ők ellássák, és biztosítsák a családot, és gondoskodjanak a családjukról. És igen, nagyon nagy szükségük van az elismerésekre. Na most, hát ebben az esetben, amikor mi így szólunk hozzájuk, akkor pontosan a legfájóbb pontjukba találunk be, hiszen ezekben a szituációkban ők azt élik meg, hogy ők nem elegek, ők nem jók nekünk valamiért, miközben az a természetes igényük, hogy ugye megfeleljenek. Úgyhogy ez azért nagyon nem egészséges dolog, és tulajdonképpen legtöbbször nem is azért szólunk így hozzájuk, mert bármi bajunk lenne velük, mert legtöbbször ugye az van, hogy már hullafáradtak vagyunk, azért szólalunk így meg, vagy valami korábban felidegesített, vagy valamiért stresszelünk. Abban az esetben, hogyha velük van valami problémánk, és azért vagyunk ilyen ingerültek, akkor viszont ezt a két dolgot teljesen külön kell választani. Egyrészt beszéljük meg velük, és mondjuk el, hogy mi a mi problémánk, és mi az, amit szeretnénk helyette, ez nagy segítség egyébként. És utána beszéljük azt meg, hogy egyébként meg mit szeretnénk kérni tőlük. Úgyhogy én azt tudom ajánlani, hogy mindenképpen próbáljunk meg megtanulni, kérni. Tehát kérjük meg, hogy légy szíves, vidd le a szemetet, nagyon tele van már. Amíg én pakolok az autóba, megteszed, hogy berakod a gyereket az autós ülésbe. Vagy mondjuk a fél hétvégi főzés közben nem utalgatunk, hanem konkrétan megkérjük, hogy légy szíves, szaladjál a boltba 2 kiló krumpért. Higgyétek el, hogy nincs olyan, amit a férfiaktól ne tudnánk úgy kérni, hogy ők ezt szívesen megtegyék, és ehhez csak arra van szükség, hogy teljesen tisztán kommunikáljuk, és ők pontosan tudják, hogy mi mit szeretnénk tőlük. Ne várjuk azt, hogy gondolatolvasók legyenek. Úgyhogy én ehhez nagyon sok sikert kívánok nektek, és ajánlom nektek a párkapcsolati minitréninget, ha addig még nem olvastátok el, mert annak egy egész fejezete szól arról, hogy hogyan kérjünk, hogy a párunk megtegye. Mégpedig megtegye szívesen. Úgyhogy én ajánlom, hogy ezt is töltsétek le, nézzétek meg, és tanuljatok a kapcsolatokról, hogy minél jobb mintát tudjatok továbbadni a gyerekeknek. Sziasztok!